Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 9-én kinyílik egy égi kapu. Ez egy finom energiamező, és a mi földünk kapcsolatban van ezen a napon a plejádokkal. Ennek van egy gyógyító ereje is. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó? Erről beszámolok ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki, a forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van 20 rezgés vagy hullám. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a 7. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét hoz. Ez a portálnap szeptember 9-én a második hullámban van, ami jelent kapcsolatokat vagy szerződéseket. Ezek a témák állnak most a középpontban. Ez a portálnap szeptember 9-e, az a 7. nap ebben a 2-es hullámban. És az jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Lehet, hogy van egy álom, és ez egy fontos üzenet. Vagy vannak álmaid, elképzeléseid, amit most szeretnél megvalósítani. Az is lehet, hogy valaki álmodik, vagy álmodozik rólad, és keresni fogja a kapcsolatot veled. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a portálnapon, szeptember 9-én Ahau uralkodik. Ahau lefordítva a napot jelent, ami látható itt a képen, ezért választottam ezt ki. A nap jelentheti az apukát, vagy az apai témákat. A nap szimbolizálja a mi énünket is, a mi kisugárzásunkat, a magabiztos fellépést. A nap meg tud világítani bizonyos dolgokat, kapcsolatokat, eseményeket, és segít abban, hogy tisztán lássuk ezeket a dolgokat. Itt tisztázódik valami. A nap jelenti a nyilvánosságot is, vagy a valóságot, hogy most kiderül a valóság. Amit a nap még jelenthet, ez a vonzalom, és ez fontos a párkapcsolatban, ez a kisugárzás, a vonzalom kettőtök között. Összefoglalnám azt, hogy mi történik ezen a portál napon, és miben segít a szertartás. Ez egy spirituális energiamező. Megvan a gyógyító ereje. Lesznek fontos kapcsolatok. Lesznek fontos szerződések. Ez lehet egy adásvételi szerződés, vagy egy munkahelyi szerződés, esetleg más szerződések. Itt fontos a kapcsolat. Ez lehet egy baráti kapcsolat, lehet egy ilyen kollégiális kapcsolat, vagy kapcsolatok a családon belül, de jelenti a szerelmet, a párkapcsolatot is.
Azon kívül megvannak az elképzelések, a vágyak, az a fontos, hogy ez az álom megvalósuljon. És ahau, a nap megvilágítja ezeket a témákat, láthatóvá teszi ezeket a témákat, amikor van egy konkrét elképzelés, és megvannak a kapcsolatok, a lehetőségek arra, mind ezt megvalósítani. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!